Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Immár 17 éve minden év nyarán Oshawa-ban táborozik a torontói székhelyű Orbán Balázs Társaság. Az idén gyerekekkel együtt közel 250-en vettek részt ezen a székely pikniken. Őket látogattuk meg a hétvégén. 1990-ben kezdődött a társaságunk, és azóta megy ez a tábor. Általában háromnapos a táborunk, pénteken délutántól jövünk ki. Ez a terület megvan nekünk 1953 óta, és nagyon büszkék vagyunk rá az oshawai magyarok, mert mint ahogy látják, egy csodálatos hely. Az Orbán Balázs, ővelük nagyon jó viszonyban vagyunk, és ha ők nem lennének, akkor tulajdonképpen mi már nem is tudnánk ezt a helyet fenntartani. Úgyhogy reméljük, hogy nem sokára ők majd át is veszik tőlünk ezt a helyet. Hogy milyen érzés is Kanadába székelynek lenni, talán most nagyon-nagyon jó. A Fili után nagyon fel vagyunk töltődve, és most még egy hét után is, a nagyon sok interjú után még mindig borzong az ember bőre, amikor rá gondol. Nagyon büszkék vagyunk székelynek lenni. És nagyon fontos, hogy megtartsuk, mert látjuk, hogy az otthoni székelyek is milyen szépen őrzik a hagyományokat. Londonból jöttünk ide, a piknikről minden évben tudunk, a hirdetésről, az Orbán Balázs szervezet, a Facebookon is mindig rajta van, és tavaly előtt nem voltam, előző években is szoktam járni ide, de most újból eljöttünk. Maga a közösségi élet és ezek a piknikek és a zenei fesztiválok és a műsorok, mindaz, ami összetartja, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó irányban tartja a magyar közösséget. Talán egy hidat is jelent majd későbbiekben a fiatalabbaknak is. Mi besegítünk a pörkölt főzésbe, ugyanúgy a vadászok részt vesznek az összejövetelbe, tehát ez a kapcsolat, ez nem mostani, ez már több mint 10 éves. Az idei további programjaink, ősszel lesz a székelybálunk, október utolsó szombatján, novemberben pedig készülünk, a Bojte atya fog meglátogatni ott, ugyancsak otthonról. De nagyon boldogan részt veszünk a más szervezeteknek a rendezvényein. Jövő szombaton a Bácska-Bánáti piknik lesz, ott fogunk lenni, és rá két hétre a vadászoknak lesz az évi piknikjük, és ott is részt veszünk. Szeretjük támogatni egymást, ők is jönnek, mi is megyünk. Bácska-Bánátnak a piknikje, várjátok akkor a székelyeket a tietekre is? Igen, nagyon szeretettel várjuk a székely társaságból a tagokat, akik meg is szoktak jelenni nagy számba, és örülünk is neki, mert nagy támogatást kapunk tőlük. Mit főztetek ma? Na, mi lett főzve? Báránypörkölt és borjúpaprikás. És ki volt a szakács? Elekes Dénes, Szőlősi Gyula, Halász Ferenc, Kristóf Karcsi, Tekse Zoli, Tekse Zoltán, a Szilveszter. Hát sokan, ja. Közben járultunk. És hánykor keltetek, hogy ez mindez kész legyen? 6 órakor reggel. 6 órakor reggel. Mit vettél ebéd? Borjú pörköltet. Nagyon finom. Krumplival, amit én pityokának nevezek, meg uborkával. Sajnos, hogy mostan az történt, hogy csütörtökön is nagy eső volt, tegnap este is, és na azért máma azért jöttek az emberek, és reméljük, hogy minden el fog fogyni. Jó a hangulat, máma már szép idő van, jó az étvágy az embereknek is. Reméljük, hogy minden tovább is jó fog lenni. Itt látszik ez a kempingasztal, én csak ilyen folyadékkal vettem részt, én adtam az italokat, hoztam a finom italokat, a sörtől, ez a brandytől is, a nőknek a gin and tonicot. És ahogy a vadászelnökünk mondja, hogy ez minden évben erősebb és erősebb, és szebb és szebb, mert működik, és hozzáállás mindenkitől pozitív. A kürtös kalács az egy székely hagyományos sütemény,
amit nagy összejöveteleken, lakadalmakon szolgáltak fel. Hagyományosan ezt szén fölött sütötték az asszonyok. Most már 5 vagy 6. éve elkezdtük, hogy minden évben a gyerekekkel közösen gyümölcsfát ültetünk az osavai piknik területünkre. Úgyhogy ez most 1, 2, 3, 4, 5. fánk. Most az idén almafa sikerült. Még a mai program lesz, nagyon gazdag programmal készültünk a gyerekeknek, ugyancsak foci lesz, és meglepetésnek az idén a kodályosok fognak fellépni. Vagyunk a Székely Pikniken, és táncoltunk a felcsiki táncokat, úgyhogy gondoltunk, hogy illik megjelenni a székely viseletben. És végezetül pedig a szinkron zenekar fogja a zenét biztosítani.